Premier League. a kurva anyjába. De tényleg. Elegem van. Azonnal jelentkezzen valaki, aki kamerákat ad nekünk. Na szóval. Második évad, 28. adás. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Ismét péntek, ismét érkezünk az ország legjobb PL podcastjével az egyetlen. Az ország legjobb sportkocsmájából, az ország legjobb szakértőivel. Ezt sem megerősíteni, de pláne cáfolni nem Nem, azért használtam ennyiszer ma az ország szót, mert a mai adásunkban egy picit hazalátogatunk egyenesen mezőkövesdre. Nem sokáig. Csak Én kétség... egyébként mezőkövestől nem messze nőttem föl. Ahol legyen tánc? Igen. De ott nőttél. ott. <tán> ott. Na szóval, és akiket ezek után már nem várnak a Spiller TV-ben, ready to make an entrance, Sziasztok, hello! The one and only Mr. Michael Cox! Hi guys! Uh, man with the Anjou buzongányos Vályi Bence, <laughs> képen kívül, és hogy? Ki ez az ember? <laughs> hello Ádám, uh, most vagy itt először a kocsmában, hogy tetszik? Sziasztok, nagyon szép, köszönöm szépen a meghívást! <laughs> Akkor a múlt nem beszélünk, ugye? Nem, nem. Ez most az jó, a rész. Jó, jó, Na, mondjuk el, hogy az történt, hogy az Ádám itt volt múlt héten, de ő az ő része pont belecsúszott abba a 15 percben, amíg... Amik nem voltak bekapcsolva a mikrofonok, illetve a record nem volt megnyomva, úgyhogy hát... Így illetve lett. ezt mondtátok nekem, de... <gül> <gül> ennyire... úgy, úgy sikerült, ennyire, ennyire Bár komoly. csak hazudtunk volna, de így a mi részünket is fel kellett venni újra, úgyhogy... Ami Pitnek az gyakorlatilag hazaárulással él föl. Na mindegy, hát így vett komolyan, amikor írom, hogy kapsz műsoridőt a Premier League-be, van, hogy nekünk se jut, de, de na, Ádám azért van itt, mert ő a futballkész sztornak a tulajdonosa, mint ott már látszik is, az oszlopokon kaptunk tőle ajándékokat, mert hát nem jött lázba attól, hogy kirakjuk oda bíróicát, úgyhogy inkább küldött, vagyis hát hozott nekünk képeket. Annyit el tudok mondani, hogy én az elmúlt egy hetet a képek társaságába töltöttem. Kurva jó. Jó. <laughs> Szuper. Jó. Hogy nagyon jó. Ádám, uh, mesélj már. Mi az, amit te csinálsz, hányan csináljátok, te csinálod -e egyedül, és illetve amit akartam kérdezni, hogy ezek a grafikák, ezek uh, saját agyszülemény, vagy uh, hát ahogy én is dolgozom, lopott anyagból folyamatosan. <laughs> uh, jó sokat kérdeztél, sziasztok első körben, és köszönöm szépen a meghívást. Egyedül csinálom, és. Korábban is én grafikusként dolgoztam, és téged nézlek, korábban is grafikusként dolgoztam, meg hát ugye lassan most már jó húsz éve nagyon csípem az angol focit, és bíztam benne, hogy ez valahogy valamilyen formában össze fog érni. Úgyhogy ennek lett az eredménye, hogy 2020. decemberében elindult a Football Crestor. Úgyhogy igen, egyedül csinálom, nem lopom az anyagokat, ezek a, a, a saját fejemből pattannak ki. Úgyhogy igen, lényegében erről lenne csak szó. Csak a mikrofonba Jó, jó, jó. Szóljatok rám, nem hogy esetleg elkalandoznék. Igen. igen. Szokásos. Hát túl szépek a képek. Hát igen. Igen, és Vaj, azt még szeretném... Ne. Hát leszögezni mindenféleképpen. Nem csak a képek szépen. Termék maximálisan. Ez Ezen, is onnan hát, van. Majdnem olyan, mint egy nószpóló, no de... Igen. Zserárd, igen. <laughs> Tovább? Azt még szeretném leszögetni, hogy hogy nincsen semmiféle problémám sem a bíró icával, sem a pét macskájával, a pocóval, de talán konszenzusra ez jutottunk. Ez fontos egyébként. Igen, hogy, igen. Hogy, hogy talán ezek a képek jobban passzolnak ide. Uh, igen, úgyhogy... Uh, hát azért... <laughs> Magát és a, a macskák mindig jobban. Egy-két puszis képet azért még... <laughs> Bocsánat. Igen, miért? Úszik. Én Bruce Lee-t értettem, mondom, én adom. Ha a is kirakjuk. Igen, a lángoló erőd, a világ legjobb filmje. Nincs ilyen. Jó. Úszó erőd van, Uszaló meg olyan. lángoló jég, meg. Jó, hát tényleg, na akkor itt, a, itt, akkor itt mondanánk el, tehát, hogy ez egy, nem egy Gállárdó és nem egy Diablo, hanem egy Murszi Tehát korrekciózzuk az előzőm is. Ezt onnan tudtuk egyébként, hogy rá van írva a Fehér alapon fekete betűkkel a hátuljára, tehát hogy... Uh, igen, ilyen alapossággal szoktunk is. készülni egyébként az <laughs> adásokra. na, és uh, Ádám, figyelj, ha befut ez a műsor, én nagyon sok pénzt el fogok nálad költeni. Egyszer, mert hát <laughs> van itt 200 négyzetméterem, tehát irgalmatlan mennyiségű uh, képet tudnánk kirakni. Nem tudom, akarunk Liverpoolos podcastet visszahozni? Akarunk? Hát. Mert akarunk. Akarsz róla beszélni? kifelé kell nézni a kamerába. Akarunk? Kutya nem kérdezett, de akarunk. <laughs> Éhes Attila felé nézzünk, hogy akarjuk-e. Mert hogy egyébként te is ugye Liverpool szurkoló vagy. Így van, a zárójelben. Igen, igen, igen. De, de hát a, pólóban pol nem is tűnik föl. Igen, kicsit próbálok arra is pörögni. Ezt a grafikák azért mégiscsak Liverpool. Jó, ezt nehéz helyes, ez nehéz, lenne, nagyon ez, ez, ez nehéz lenne letagadni, így van, de folyamatosan próbálom bővíteni a, a, a palettát. Nyilván a, a, tehát az angol focin lesz a főfókusz, és minél több csapatra e, kiterjedően grafikákat csinálni. E, jövőben tervben van, hogy nem csak pólók, hanem nem csak nyomtatott grafikák is e, elérhetőek lesznek. Na mindegy, nagyon nem is e, akarom cifrázni a szavakat. A lényeg, hogy e, nagyon szépen köszönöm, hogy egyáltalán elhívtatok ide. Uh, és Bár akkor mikor lána, minden héten jön. ezt, jó. ezt, ezt viszont, nem biztos, hogy a nézők hallgatók is ebből észrevesznek bármit is hát egy URL-t még mondjál nekünk hogy hol találunk meg titeket és akkor Így elegedünk van. az utadra és uh, nem kell jönnöd jövő héten. Szuper! Hoztam nektek ugye itt az ajándékokat, Igen? egy stílusosan egy 32 ezer forint értékű csomagot, ugye? Ja, de szállítottam. <síns> Bocsánat. Jó, hát végre ki van. De akkor most meg kell, mondani, tehát. Nem, a századik adás. Nem, mert, nem, mert van benne nem csak liverpool Ha minden liverpool lett volna. Én azt mondom, hogy a századik adásra tartogatjuk. Jó, hát az... az 59. zajlik e. Csak mondom. Úgyhogy a, következő Karácsonykor. de jó lesz. Karácsony. Na, Ádám. Így van. szépen az ajándékokat, szépen a szereplést. Annyit még a kamerába szeretnék elmondani, hogy csekkoljátok az áruházunkat, a záruházunkat a footballcrace.store weboldalon. Ehhez a leírás megtaláljátok a linkben. Kezdünk. <laughs> köszönöm szépen. Köszönjük, Gulyás Mátonnak a részvételt. <laughs> And the man. Viddi Anzsú buzog. <laughs> egész jó itt napot kívánok. Rögtem, Nem normális. Üdvözöltem, amikor újra láttuk egymást A hét után. vagy. Gyere már lejjebb egy kicsit. Hogy kell a lejjebb nyomni? Így? Hát mint bármelyik másik. Aha. Ez Nagy. így jó. jó. Neki hal. Nagyon szexi. Törnék. Na, gomot. gyerekek. Mm. Uh, <laughs> fölolvasnék még gyorsan egy rajongói levelet, amit nekünk küldtek pár napja. A héten egy telepe helyi bejárat előtt javított a csapatom egy csőtörést jött egy polák kamionos, hogy neki be kéne oda menni, de a munkagépek elállják az útját. Angolul beszélgettünk, mondtam, várjon 10 percet, aztán Arribálnak bálnak, Meg is történt, és az a mondat csúszott ki a számom, mivel nem tudtam máshogy mondani. We are ready to make an entrance. Úgyhogy kapjátok be. Kis úr küldtenek. Ő volt egyébként az, aki a legelső Premier League podcast alá bekommentelte, hogy na nem, de nekem olyan podcast kell, amiben egy, egy, egy óráig az arzenáról beszéltek. Azóta meg állítólag erre mosolgat otthon. Úgy, is hogy... Dávidnak hívják? Kis Dávid. Én Szerencsére kis az, az arzenáról egy szót nem fogunk beszélni ebben az adásban, legalábbis én nem terveztem. No, Na de de miről fogunk beszélni, mm. Gábor? Ó, oh. Péter, ha már itt tartunk. De majd Essek a timestampet et most tényleg ne felejtsük el. Nem, most kell Jutólag, fog... igen. igen. Egyébként, jó. igen, Fölkerültek. Ja? Már, kicsit. Vedd meg a mikrofonodat egy Igen. Ó, oh, nagyon jó. Igen, látom. Néhány héten belül háromszor is találkozott. Ja, ja esünk nekem is, önnek, igen. Tehát néhány héten belül háromszor is találkozott egymással a Chelsea és a Tottenham. Ezeken a meccseken Tuhel és Conte folyamatosan, hát így méregették egymás péniszét, próbáltak reagálni a másikra. Az előző szezonban a német Guardiolával, az ki? A német Guardiola-val. Mi ja, volt hasonló csatát? Az és amúgy és... Nagelszman. De menjünk tovább. Vagy De olyan Gár... még nem volt. Vagy Guardiola a nél Nem? Igen a, jó, a német Guardiola. Jól van. Na, hát Tuhel jött ki. Mindhárom alkalommal is. Nem. Ilyen nevetőfélként. Hogyan lehet felkészülni az ilyen sorozatos meccsekre egy másik zseni ellen, és miért me mester ennek Tomás Tuhel, és aki válaszol, Szabopi! Én válaszok, én tettem föl a kérdést, én Díz, írtam az adás mellett, kilenc, tehát, hogy hát, ha ti Vágó úr kezd elfogyni az időnk. Öt. Nem itt igazából tényleg én arra voltam kíváncsi, meg szerintem erről érdemes beszélni, hogy ezekből a, amikor sorban jönnek egymás után az ilyen mérkőzések, két jó csapat, meg két jó edző között, akkor mi határozza meg a, a stratégiát ezekre az összecsapásokra? és erre szerintem tök jó példa Tomás Tuhel, hogy hogyan állt hozzá ezekhez a meccsekhez még az előző szezonban Guardiola, ahol szintén három meccsen találkoztak, viszonylag rövid időn belül, meg most Conte ellen, hogy miként próbál alkalmazkodni, vagy nem próbál alkalmazkodni, mert szerintem ez a kulcs itt, és viszonylag ritkán látunk azért ilyet, hogy két csapat és két edző ennyiszer találkozik ennyi idő alatt, mert oda-vissza pár harcok vannak, csak itt bejött egy harmadik meccs egy másik sorozatból, és ugye Tuhel, például az előző idényben abszolút látszott rajta, hogy Guardiola ellen nem nagyon próbált változtatni, és ez az, az előnyére vált, hogy a Guardiola volt az, aki gyakorlatilag minden mérkőzésen mást próbált húzni, míg Tuhel majd, hogy nem mindig az alapjátékát próbált erőltetni, nem akkor nem feltétlen találták a választ a csapatok. Még most a Tatánem ellen, és erről beszéltünk a múlt héten, hogy Tuhel főleg kényszerből egy folyamatos reagálásban van. Viszont ebben a reagálásban ő fel tudott lépni abszolút proaktívan. Még az első Liga Kupa elődöntőn a Tatánam ellen, ugye akkor volt először az, hogy átálltak 4-2-2-2-re, gyakorlatilag tankönnyű volt, hogy a Tatánam 3 belső védővel fog felállni, annyi volt a kérdés, hogy 3-5-2 vagy 3-4-3, a lényeg igazából nem változtat, hogy 3-4-3 volt az első meccs. Ezzel szóval a 4-2-2-2-vel, ugye az védővonalban volt egy 4-3, középpályán is volt egy négyszámfőnyes szituáció, ugye négyen voltak, ugye a két belső középpályás, a két támadó középpályás, vagy ott voltak a szélső hátvédek, meg a két csatás, mindig csináltak egy szabad embert. És akkor itt kezdődött el az az egész, hogy onnantól kezdve, aki húz egy váratland, az mennyire tud előnybe kerülni a másikkal szemben. Megvan a lépés előny a másiknak, hogyha működik a terv, persze, reagálni kell. Ott konte fél időben átállt 4-2-3-1-re, a meccset, csak akkor már 2-0-ra vezetett a Chelsea és picit a második meccs volt unalmasabb ebből a szempontból, ott nagyjából ugyanez zajlott le, picit másképpen, de nem volt semmi forradalmi. és Most a bajnokin mindkét edző húzott valami váratlan. Ugye Conte már mire készült? Oké, okay, én tudom, hogy Tuhel mit fog módosítani, hogyha én három védővel játszok. Én már tudtam erre reagálni azzal, hogy, hogy átálltam 4-2-3-re, kezdjünk alapból 4-4-2-vel, hogy fel tudjam venni a négy védőt, nagyjából a pályközepén le tudjam védeni, és meg tudjon folytani a chelsea -t. Mit csinált Tuhel? Felállt 4-3-3-ban. És ráadásul abban a Guardiol a fél 4-3-3-ban, amit nagyjából ebben a szezonban is látunk, hogy az egyik szélső hátvéd, vagy mindkettő inkább szűken helyezkedik, majd hogy nem a hatos mellett, és két nagyon szélesen helyezkedő szélsővel játszanak, meg két nyolcassal. Picit inkább ilyen keverék volt szerintem a, mondjuk a 2017-18-as Gvádiol csapat meg az idei között, amit ott túl próbáltat a ellen előadni, és az ellen meg a 4-4-2 teljesen megbukott, mert vagy a félterületekben, vagy a pálya közepén meg mindig előnybe tudott kerülni a Chelsea. Conte arra megint nagyon jól reagált, csak akkor megint késő volt, és szerintem itt ez a kulcs, meg erről érdemes beszélni, hogy mi alapján döntenek ilyenkor az edzők, hogy inkább proaktívan lépnek föl, akár azzal, hogy nem módosítanak semmit, vagy pont azzal, hogy teljesen átalakítják a játékot. Nyilván nem az alapelveket, de a felállást, a néhány mozgást, amivel meg tudják zavarni az ellenfelet. Igazából ez érdekelne engem, hogy szerintetek mi inkább a működőképes, vagy melyik csapatnak áll ez jobban, mert tavasszal tuhelnek az ágyhol, hogy az alapjátékához ragaszkodott minden meccsen, és a Jóland pedig hiába próbált rá reagálni, most pedig ez a folyamatos alkalmazkodó készsége, ami egyébként Mainzban abszolút a sajátja volt, és erről vannak azért elég részletes dokumentációk, hogy minden héten az adott ellenfél, az igazodott, gyakorlatilag letükrözte az ő felállásukat, és ezzel tudott gyengébb képességű elettel is sikereket elérni sokat fogok beszélni, de nem lehet, hogy ez vannak köszönhető. Már nagyon beszélsz. Pedig ő tette fel a kérdést. És megválaszolom magamnak. Ez egy nagyon hosszú most kérdés. Ér, most jön a másik kérdésem, hogy nem lehet, most hogy ez... a kérdésnek a második de Csak azt az is megválaszolod. Nem, hogy ez annak köszönhető -e, hogy pont azért, mert ennyi sérült van a császínál, ennyire nem tudják az alapjátékokat játszani, visszatér picit ehhez, hogy mindig egy picit alkalmazkodik egy ilyen sok meccses párharcban is az ellenfélhez. Kezded, vence. Um, én szerintem nem igazán Tuchel alkalmazkodott az ellenfélhez, attól függetlenül, hogy ő volt az, aki többet változtatott. Tehát én ú úgy érzem, hogy mind a három meccsen keresztül inkább ő volt az, aki ezt a vezérvonalat felvette, és aki az egész. Hát ugye őt kellett elkövetni el konténak, de, de ugye igen. elsőként ő volt az, aki proaktívan kicsit átalakította a saját csapatát. Igen, csak én szerintem meg Conte volt az, aki folyamatosan reakcióban volt. Attól függetlenül, hogy Tuchel változtatott, ez nem tudom, hogy értelmese így. A, úgy érzem mégis, hogy Conte volt a passzívabb az egész hmm, párharc szóval. alatt. És én szerintem erre nagyon egyszerű ö, válasz van, belevonva a Tuchel-Guardiola párbajt és a tavalyi évről. Akkor, amikor még nagyon friss volt Tuchel kinevezése, akkor én egyszerűen, azt érzem, hogy ő nem igazán tudta volna effektíven megcsinálni azt a chelsea hogy mindig valami újat tegyen a pályára, míg Guardiola szabadon változtathatott, mert az alapvetéseit azt már rég beleverte a keretbe. Itt most pontosan meg van fordítva az a szerep, és itt meg azt éreztem, hogy a Chelsea-nél azért, hogyha adott esetben hiányzók vannak, akkor is nagyobb a mozgás a Tuchelnek, míg konténak, hát nem nagyon vannak opciói, és minden. Gyakorlatilag az elmúlt hónapban, amióta január írunk és kinyílt az átigazolási piac, Azóta minden meccs után nyilatkozata arról szól, hogy nem elég erős a padunk, ebben vagyunk lemaradva a többi top 4-es csapattól. Nem elég erős a kezdőnk, ezért nem tudunk egy olyan jó alapjátékot kitenni a pályára, STB, STB, ezt tovább ragozva. És én ezt azért alapvetően így érzem nála, és a nem, nem igazán tudom, hogy ő mit tudott volna ezen kívül hát, csinálni. Úgyhogy beszélgetnek daniel -lől. Igen, ez, ez egy nagyon könnyen előfordulhat. A konténak egyébként állítólag szokása. Hát sátában jól működik, mert kapja az ember, megkapja, amit szeret. egy Így van. Ma hallott róla egyáltalán, egy meccsen jel. kezdett a Fiorentina. Én amikor megláttam, akkor elkezdtem vakarni a fejemet, hogy Amrabat, Amrabat. ez a csávon nem valami 30 plusz éves. És akkor így rájöttem, hogy az egy másik marokkói fickó volt, igen. Az egészről nekem az a véleményem, hogy nem számít, hogy 4-2-2-2 hmm. vagy 3-4-2-1-ben játszik ez a Chelsea. Az alap az alapelveket, azokat ugyanúgy tartotta ez a Chelsea, és ugyanúgy tartotta ez a Conte féle tehát nem, mint amit alapból játszott volna. Ugye ez a stratégia versus taktika, hogy a stratégiában tök ugyanabban maradtak. Ugyanúgy ezért számomra az, hogy ki alkalmazkodik és ki az, irányít, az egyszerűen adódik abból, hogy mi a stratégia a csapatoknak. Tuhel az, aki a Chelsea-nél mindig is labdát akar birtokolni, ő akar irányítani, és labdával akarja ő irányítani a, csapat, a játékot. Konte nem ezt akarja csinálni, ő azt akarja labda kül akarja ezt irányítani, és átadja a kezdeményezés jogát, és ő igazából szinte mindig alkalmazkodik. Még a kisebb csapatok ellen is simán megteszi ezt a 3 1 3 vagy úgy alakítja, hogy igazából kontrákra legyen meg. És szerintem ez volt az alapvetés az összes mérkőzésen, hogy ezért volt az, hogy először Tuhel felé volt megadva a lecke, feladva a lecke, hogy akkor most hogy fogod lebontani az én visszaállt lóblokkomat, vagy medium blokkomat, amit én csinálok folyamatosan. És ezt csináltad nagyon jól szerintem, meg hogy, ö, Tuhel, hogy igenis volt -e erre elképzés. Ezért volt szerintem lépéskényszerbe Tuhel volt abba, hogy mi, hogy fogom ezt lebontani, és neki kellett reagálnia. Ezért is reagált. Hogy viszont hogy néztek ki ezek igazából, Nekem ugyanazok voltak az alapelvek, hogy igenis visszaállt a Conte csapat, arra ment, hogy akkor kontrával csináljuk, herikén szépen vissza le, Bergwijn futhat be, akkor az üres területbe próbálja megcsinálni. Csak egyszerűen nem voltak meg ezek a labdák, labdás játékok, még a kontrák se voltak meg, mert a Chelsea annyira megfoltotta, Különben 35, akár vagy 65 percig, attól, hogy melyik meccsen nézzük. És utána meg mit csinált a Chelsea is, fogta azt, visszaverte magát 4-2-3-1-be, és ők is ebben ilyen lóblokba álltak, és onnantól hogy igazán meg akarták folytani ezt a mérkőzést. Ennek is most a 65. percről ezt láttuk igazából. Nekem nagyon tetszett, viszont az az volt, hogy aszimmetrikus volt ez a 4-3-3 a Chelsea oldalán, és Zies nem tartotta annyira a szélséget, ott kaptam a de húzott befelé, és őket a támogta a, 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 mélységet belőle. Ez nagyon szép volt, mert a másik oldalon ez nem történt, meg szár föl se gyakorlatilag a, a félpárt szinte a legrébb. ez nekem tökre tetszett, hogy ebbe is volt egy ilyen kis csavar benne, valamint, hogy Mántot ki kell emelni ebbe az egész mérkőzésből, meg ebbe a három mérkőzésből, és hogy gyakorlatilag ez a srác, aki két éve még a Darby-ban játszott, és akkor mondtuk, hogy hát most elég jó lesz a cselzének, vagy nem, konkrétan a legjobb játékos a pillanat, ebbe a pillanatban a aki olyan futásokat csinál meg az üres területekben, hogy sokszor nem is kapja meg a labdát, de emiatt rugzies gólokat, mert tök üres a félterület, az, hogy elviszi az embereket. Nagyon tetszett nekem ez, és azért azt mondjuk ki, hogy van beszélgetünk még erről, hogy milyen játékosai vannak, azt attól függ, hogy milyen csapatod van. Azért az a fölállás, amit a Tatán fölállt, és az a szélső szélsők, akik játszottak ott, az de két szélső védő volt, akik játszott, két szélső őket. onnantól gyakorlatilag te meg vagy fogva, hogy mit akarsz csinálni. Nekem erre van válaszom, <coughs> bocsánat. Szóval a... én azt fejtettem vissza, hogy az első meccsen konte tudott a fél időben reagálni, a másodikon ott már nyilván hátrányban voltak, de nem nagyon mert kitámadni, és abból lett az a borzalmas, unalmas meccs. A harmadik mérkőzésre viszont... 60-65. percnél tudott belenyúlni és én nekem itt a harmadik meccsre pedig az volt az érzésem, hogy már annyira idezélesen féltuk hátul, hogy uh, én szerintem... Nem még valaki, fél. <laughs> Így van, nem csak Jürgen, hogy... És szerintem azért ezek voltak a szélsői a mert arra készült, hogy bármi is lesz a Chelsea-nek a kezdője, arra ő neki van egy kezdője, amit fel tud küldeni három védővel és négy védővel is. És tök mindegy, mi történik, ő neki meg lesz a válasza, és én nekem ez határozott feltételezésem, hogy a meccs előtt azt beszéltem meg a kerettel, hogy megnézzük a, a kezdőjüket, és utána, amikor egy órával a meccs előtt kiderül, hogy ki fog pályára kerülni a Chelsea-től, akkor srácok kitaláljuk, hogy három védővel fogunk játszani, vagy ötten, mert Dahörti vagy nagyon is visszatudott volna lépni a wingbackbe. Hát persze, csak ahhoz képest meg nem ez történt, tehát hogy nem alkalmazkodtak. Tehát, hogy ahogy az első meccsen a 4-2-2-2-3-4-3 ellen, ahogy a bajnokin az utolsó mérkőzésen a 4-3-3, a 4-4-2 ellen mindkettőben pozíciós hátrányban voltak. És -hmm. És csatolnék vissza, amit Márk mond, hogy igen, stratégiai megközelítésből, meg játékkoncepcióbeli megközelítésből, nem változtatott sem Conte, sem Tuhel, Tuhel dominanciára törekedett, Conte pedig próbált második szándékból játszani. Csak itt választódik el szerintem a stratégia, meg a taktika, hogy ezeket a pozíció előnyöket, és ebben inkább Márkosz húzok, és erre gondoltam én elsősorban, amikor azt mondom, hogy Tuhel reagált. Tuhel a Tatanemnek az addigi játékára reagált azzal, hogy akkor átszervezte az első meccsen a csapatát arra, hogy négy védővel játszunk, két tízessel, két középpályással onnantól ezek a pozíciós előnyök megvoltak, és utána kellett konténak futnia. Jebb voltak meg az alapelvek, hogy a Tatanem egy middogban várakozik, onnan próbálnak majd indulni. Egyszerűen a pálya közepén, vagy a szélen mindig meg tudták őket bontani, vagy egy fél időn keresztül, vagy 60 percen keresztül. És szerintem minden lehet megközelíteni egyébként azt, hogy, és lehet, hogy ez egy ilyen eltúzott következtetés, hogy hol van a konteféle futballnak a határa hogyha meg tud téged lepni az ellenfél, akkor mikor tudsz erre reagálni? Mikor, hogy tudod alkalmazni azokat a sémákat, amik ott vannak benne a játékosokban, hogyha nem azzal találkozol egyből, amire egyből készülsz, vagy amire számítasz, mondjuk a mérkőzés kezdetétől. Én de azért ebben vagy azért tegyük hozzá, hogy nagyon-nagyon más mert Dahertivel, meg Ryan Sessegnonnal csinálni ezt, amikor Hakim Ziyech csinálja ezt neked, meg aki az Ajaxban nevelkedett, és azért pár játékrendszert látott életében, meg pár lehet kellett alkalmazkodni. Jövő szakítalak hozzá, teszem, hogy Ziesben nem mindegyik meccsen játszott jól, meg a bajnokságban sem minden meccsen játszik jól, de pont ez a rugalmassága, például hogy az első meccsen bár négy védővel támadtak, de öt védővel védekeztek, az pont annak volt köszönhető, hogy Ziest gyakorlatilag bármelyik szerepkörbe. hogy a szélességet kellett tartani, ott volt, féltelepben kellett lenni, ott volt, a kellett visszajött ötödik védőnek. Nyilván ez egy előny, hogyha ilyen rugalmas, meg sok oldalú mm -hmm. játékosaid vannak, kontének nyilván ez a probléma, hogy nem tudja annyira forgatni a keretet. Nincsen kész a a kerete kontének a játékára. Hát, az biztos. Legalább kettő-három olyan ordító hiányposzt van, ami csak a kezdőben mutatkozik meg, nem az, hogy egy utána az, amit itt ígérgettem hónapok óta, hogy bajnok legyen, az persze, az való szerű legyen. hogy hát, Sofia nem belebert. Így van, hát ő egyedül. Igen, nem, nem, nem meg Igen, igen. összességében szerintem ezek a ilyen sorozatmeccsek, amik nyilván sokkal látványosabbak, nem tudom, az NBA-ben, a rájátszásban, nem tudom, hány meccset játszanak, Bence, egymás után a csapatok, de... Négy hát, győzelemig. Négy győzelemig megy. Igen. Ott folyamatosan tudsz a másikra reagálni, hogy játszik a másik, mit változtat. Itt a futballban ez kevesebb szer történik, meg van max. egy alap visszavágós Egyébként az alapszakaszban is, bocsánat, hogy most visszatérek, de ott is nagyon sokszor van, hogyha back-to-back -back van, ami azt jelenti, hogy egymás után ugyanaz a két csapat játszik egymással mondjuk egy vagy kettő estét követően, akkor statisztikailag sokkal nagyobb az esélye, hogy kettő különböző győztes lesz, mert uh, nyilván értelemszerűen, aki nyert az első estén, ő nem, ő nem akar változtatni, ellenben a másik csapat meg tud arra reagálni, ami történt az első meccsen, és akkor ő kerül mm. lépéselőnybe. Utaltunk erre a Guardiola elleni három meccses etapra az előző szezonból, meg most volt a Conte elleni, és szerintem itt ez a két megközelítés abszolút megjelenik. Pep ellen az volt a kérdés, hogy ki el előbb a kormányt? Mm -hmm. Ki akar változtatni? És ott nyilván az első két meccs után Guardiola már egy kényszerbe volt, hogy neki kell Főleg a pont, ellen, pont ellen, meg Tuhel úgy belenyúlt, hogy elrántotta a kormányt, úgyhogy még nem jött szembe senki. És a hoppá, hol az hát. autó, aminek neki kéne menni. Hát mondjuk ki, Tomás Tuhel az egyik legjobb edző, hogyha arról beszélünk, hogy rövid, gyakorlatilag ilyen bajnokság, vagy ilyen kupára kell felkészíteni valakit. Minden Mert sorozatban döntőbe jutott eddig. Igen, tehát a Paris saint mit csinált abba a BL egyenes kiesésre szakaszban, amikor igazából gyakorlatilag egy mini torna lett belőle? Hát avval a tényleg botrányos keret, ami most is ott van igazából, hogy össze-vissza vannak az emberek, mindenféle pozícióban más típusú ember van, és mégis úgy álltak össze, hogy az nem volt egy rosszul kinéző Paris mert nem is nagyon jó, de hát a függetlenül hatékonyak Többi voltak. A BL döntőben nem voltak rosszabbak, mint a Bayern München. Igen, igen. Mondjuk a lip ellen, meg igen. De hát ez, ez, ezek is ilyen kérdések, hogy most mit hozol ki, mire. Én azt érzem, hogy Tuhában borrasztóan erős, és elképesztő szerintem, hogy a chelsea milyen DNS van most már, hogy egyszerűen Jön három-négy rosszabb meccs, és mindenkiben elkezd így zizegni, hogy hát lehet, hogy kifeje most már túl hát, Nem biztos, fog. És ez tényleg egyszerűen beleívódik a az. Ez a valóság, ez és ez az igazság. Tehát, hogy ez konkrétan bármikor megtörténhet, hogy Tuchel öt bajnoki meccset nem fog tudni megnyerni egymás után, mondjuk jövő év novemberében, és a m, éppen első helyezett, bármelyik csapat is legyen az, el fog húzni hat pontra, és Abramovics azt mondja, hogy jó, van apukám, hát akkor. Ez idáig ment, mondjuk esetleg még az előző év végén, tehát most májusban nem sikerülne véletlenül megnyerni egyik kupát sem. Hát akkor apukám eddig tartott sajnos a próbálkozás, és akkor jön, válaszunk valamelyik top edzőre, rá lehet brökni, hogy éppen a... ki. Pocsettin nem? Például. Már mindenképpen vissza kéne hozni a igen, a Chelsea az a csapat, ahol ez bármikor megtörténhet, és van egy csapat, amelyik nem meg is történik minden egyes alkalommal. Ez milyen szép átvezetés. Ó, Pedig erre nagyon készültem, mert hát könnyebb ez a szakma, hogyha értünk hozzá, nem? Tehát, hogy én már megmondtam, hogy Hát na, jól van, uh, mi az? Erre nyugodtan bagiszhatsz, mert én arra nem számítottam, hogy ennyire korán ki fogják vágni a szűrét, szegény ennyien... Én szerintem még adásban is elhangzott Gabi szájából, ah, hogy január szóval. nem érít már túl a Don Claudio. Én úgyhogy úgy, képzeletben pet-pet így megveregetjük be, a... Vágj be! Na mert hogy jött a papírforma ebben a szezonban, és legalább három edzője lesz a Watfordnak a PL-ben, amúgy még hol? Hát legutóbb a 19-20. szezonban is három edzőjük voltak. A PL-ben. Tehát amúgy még hol van edzője a Watford? A Watford annyi szorulja ki az edzőit, hogy különböző hát kupa sembian... sorozatokra más edzőket neveztük. Hát cse... Nem, a Championship-ben tavaly csak kettő volt. Jó, jó, igaz. Jogos. Mondjuk megcsigottak. A legaranyosabb edzőtől elköszöntünk. Egyébként mennyire klasszis. Nem, ez nem igaz, mert a legaranyosabb edző most ül a kispadra szerintem. Hodzon, papa, igen, megérkezett, de rá, Erős rányírja, a verseny. Rányírja, amikor elkapták a kocsiba, ott is full class volt, amit nyilatkozott rendkívül csodálatos a személyiségű jó. ember. De én boldog, Amikor kinevezték a... Még nem a... Nem volt boldogtalan. Őt nem, a amit nem, nem nagyon a értek, a de csapathoz. hát mondjuk valószínűleg számíthatott a dologra. Úgy, Szegény, soha fejtem, amikor Leszter megnyerte a bajnoki címet, ja, és, és oda vitte és annyira képtelenek voltak az angolok megérteni, hogy ez az ember most itt áriázni fog nekünk, és hát nem érték, hogy most miért elérzékeny, meg annyira sír, és hát néztek, hogy mikor lehet tapsolni végre, és hát akkor ez az, valami az, 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 az jó volt, tényleg, hogy ott, nem, nem illet oda. Olvastam egy nagyon jó tweetet, hogy a legutóbbi clean óta a hatodik menedzsere a Watfordnak. Tudod ki ellen volt? Az a 3-0, Sós hmm. ja, Nem, nem jön a Liverpool De, hát az, de az van. Igen, a És mit, mit, veszítettetek el aznap? Semmit. De, de volt valami. Egy aranyszínű színű Injective. szezon csak, hogy... Jó, na, mindegy. A uh, Bence. Hozzáteszem Bence, valószínűleg... te nagy Watford rajongó vagy. de az van nekem felírva, hogy most 20 percig kiabálni fogsz. Sör, sörözöl, szóval. Már, masíges. már besöröztem, a ma nem kávézás van, igen. Hozzáteszem amúgy, majd, hogyha nagyon kifagyunk a témákból, és valami válogatott szünet van, most, amikor jövő héten majd jövünk, arra van már témánk, akkor vissza lehetne nézni ilyen történelmi csapatokra is, összehasonlítani őket. Ha már az MB-t felemlegettük, ez ott elég sokszor feljön. Én szerintem az a Liverpool jóval jobb csapat volt, mint a Veretlen Arsenal. Nem akarom elszomorítani a kedveteket, Sintem de... de... a számok magukért beszélnek, ez, ez hogy a neved mellett hány L betű van. És a, hány D betű van pirosban van alkohol akkor, 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 nyomom én is erősen. Na, mindegy. De a Watfordról szerettél volna Így beszélni. Van. Nem, énnek, te egész pontosan nem, azt nem írtam hogy Mutatni, Nem akarod meg elvitatni a veretlen arzenát. Bele, kellett fűzni. el is takarom most bosszúval az a Szóval én a Watfordról nem vagyok hajlandó beszélni. Csak a volt, meg, meg. Hát ez szeretnék mondani, hogy ö, egyébként Twitteren megkaptam egy zömében igaz kommentet, hogy nyilván egyikünk sem lát abba bele, hogy például Hodzonnak mi egész pontosan a motivációja arra, hogy most visszatérjen a Premier ligába. Mert szerintem ez inkább az érdekes vetülete. Az, hogy a Watford megint kirúgott egy edzőt, hát, hát nem, nem kell tanulni nyelv. meglepő hát, fordulat. És ez abban az értelemben egyébként érdekes felvetés is lehet, hogy itt Rafa Benitez, illetve kivel kapcsolatba jött szintén ez, akit most, illetve szerintem Ranieri volt az, akinál, akinél nem tudok beszélni, ugyanaz felvetődik, hogy... Nem mindenkinek áll jól a sörözés az Igen. Hogy, hogy, hogyha... Na... Megpróbálom értelmesen elmondani, nem mintha egyébként berúgtam volna, vagy nem tudom. Egyébként én vagyok Ne, Abszolút nem, nem tudom, hogy miért nem tudom most ezeket elmondani. Szóval mind a hármuk esetében felvetődik azt teljesen jogosan, hogy nem tudnak elszakadni a focitól, ez a szenvedélyük erre tették fel az életüket, és mégis elég méltatlannak érzi az ember, hogy ezeket a, ezeket a munkákat még elvállalják. Itt Roy Hodzonnál is az a helyzet, hogy nyilván nem tudjuk, hogy ő benne mi játszódott le az elmúlt hetekben, hónapokban, de a Crystal palace olyan szép kerek egész volt a vége, lejárt a szerződése, a keret nagy Tudom, én utolsó meccsén. Milyen jó élmény lehetett az. életem első meccsén, és a Hodzon utolsó Igen és a, ugye amikor... Én is ott voltam. Na, amikor ne, a hazai pályán... Volt, igen, <laughs> amikor... Ez rontott az élményem egy picit, de... Amikor az, amikor azt nem akartam mondani, de igen. Amikor hazai pályán elbúcsúzott, akkor sorfalat kapott, egyébként is... Utolsó perces vereség. Yeah, hát most lényegtelen, de tényleg hát nem, nem... Az nem, 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 nem A minden Most sorfalat már megrendelték. az a lényeg, hogy szegény Honzom bácsinak nagyon szép, kerek, elegáns és, és Tényleg úgy tűnt, hogy ez, ez egy fantasztikus befejezése, egy fantasztikus pályafutásnak, ami ugyan hatalmas csúcsokat nem élt meg, ettől függetlenül, elévülhetetlenül egyes országokban, egyes közegekben igenis elismer, elismerésre méltó. És akkor visszatér a Watfordba, és az ember fogja a fejét, hogy Miért csinálod ezt magaddal? Kedvelnek az emberek, tudjuk, hogy mi lesz a vége, hogyha bent is tartod őket, kirúgnak jövő novemberben, és én, én nekem igazándiból ezt fáj, nem elítélem Hozzont, mert azt meg tudom érteni. Én is már előre félek, hogy ennyi idősen az ember mit kezd a szenvedélyével, meg a munkájával, és hogyan lehet ezt a, ezt a méltóságot fenntartani az ember életében. De ettől függetlenül én a, annyira szomorú vagyok emiatt, mert pontosan tudjuk, hogy mi lesz a vége, és nem tudom, hogy utána utána bárhol el tud-e olyan szépen búcsúzni, mint ahogy azt megtehet a Crystal Hát itt biztos nem. Itt úgy fogják kirúgni, hát ahogy jött, ez a, tehát, hogy Akkor utána megint arra fogunk várni, hogy kap-e utána máshol, ott milyen vége lesz ennek. Egy és képzelen, a, hogy és 80, 80 éves Roy még ott ül valamelyik csapatnak a kispadján, azért mert szerintem az soknak tűnik. Igen. A 80 mindenki. Nem mindenki Oscar ez? Igen. Hát azért ne felejtsük el, hogy mit fog Hodzon játszani, amit mindig is játszott igazából. Jön a 4-4-2 előre, ami nem fog jól állni ennek a Watford keretnek valószínűleg, mert ott az a, az a középség... hát sok 4 3 3 ot is csinált a Crystal hát... Szerintem ebben a szempontból picit rugalmasabb, amiről az előbb beszélgettünk, stratégiai szempontból viszont pontosan tudjuk, hogy mit várhatunk tőle. Low block, próbálom kontrázni. Ez egyébként támadó részlegben megvannak az emberek, tehát Josh Kinggel, Emmanuel Dennis-el, Dennis Ismail azért ez nagyon jól lehet csinálni. De jó, de ennyi, Véde... ez, ez, a három játékos. Védelembe most hoztak két embert a védelembe, egy embert a középpár, ugye Belgiumból, Franciaországból, majd meglátjuk, hogy mennyire lesznek jók. Az eddigiekhez képest rosszabbak már valószínűleg hát nem igen, lesznek, de ennyi a pozitív azok a pozitív borzasztóak mondani. voltak. De hogy egyébként a Watford részéről meg nyilván érthető, hogy miért nyúltak Hodzonhoz. Nyilván azt, hogy neki mi ebben a motiváció, azt tényleg maximum annyiban tudjuk megmagyarázni, hogy hiányzott neki a foci. Ugye neki az volt elvileg itt a, a cél, hogy egy ilyen rangniki konzult, konzultánsi, konzul, hogy kell ezt kimondani? Konzultánsi. Szépen? Konzulensi? Konzultánsi. Az más szó már. Mindegy, tehát, hogy besegít, meg ad tanácsokat a csapatoknak. Konzum. Jó, oké. Okay. De ez nem Korzó. hallottam róla, hogy egyébként ez sikerült volna neki, tehát, hogy nagyon hívták volna, hogy segíts nekünk róla, hogy adj tanácsokat. És ehhez képest, hogy itt van egy Premier kispad, egy olyan edzőnek, aki, hogyha emlékeztek rá, a Debur féle Kristál ami egy botrányosan szar csapat volt, Csinált egy olyat, ami egyrészt, az első szezonnak a végén 11. helyen végzett a Premier League-ben, de a számokat tekintve a, az XG különbségük meg valami 8. legjobb volt, sőt a 7. legjobb volt. Jó, Ez mikor az a csapatot? Igen, és pont ez szerintem a fontos, hogy ott pontosan az látszódott meg, hogy egyébként jól tud csapatot szervezni erre a hát hogy is mondjam, nem túl szép játék felfogása, de ahogy idősödött az a keret, úgy estek vissza egyrészt az eredmények, meg ezek a számok is, a mögöttes számok. És itt a Watfordnál szerintem ez a fontos, hogy mi tud itt kiütközni, mert a támadósorban ezért ott van a minőség. És hogyha azt egy jól megszervezett védelemmel meg tudod támogatni, attól függetlenül, hogy milyen képességű játékosaid vannak, mert egy jó rendszerben azért valamilyen szinten el tudod rejteni azt, hogy szarvédőid vannak akkor ez működőképes lehet, és benne lehet tartani ezt a Watfordot. A másik érdekes dolog, hogy Ranieri viszont valamiért nem ehhez nyúlt. Pedig azért ő is egy elég pragmatikus felfogású edző, elég, hogyha az előző szezonbeli szamdóriájára gondolunk, ami így, hát a hodzonféle fosfaragást próbálta előadni a, a, Kálcsóban is, ahol kandrévára épült gyakorlatilag minden, és akkor próbálják valahogy kivédekezni a többit. A Watfordnál mégis úgy érezte, hogy a keret erre nem alkalmas. És ez valószínűleg elgondolkodható itt hosszú távon is, hogy Hodson erre mennyire tud támaszkodni a továbbiakban. Szerintem ez a legnagyobb kérdés itt. Mert az, amit ő játszatni, akkor ezen a szinten azt látjuk éveken keresztül, hogy működik. Még akkor is, hogyha már 30 év körül van az átlag életkorod. Nála jobb, elérhető ember, aki garantálja a Watfordnak a bentmaradást, az vagy garantálhatja, így mondom inkább, azt nem talált volna a piacon. Ez a Voldemort csapat, nem vagyok hajlandó a, a nevüket kimondani. Egyébként, és megint ugyanazt fogom elmondani, szerintem, amit ősszel is, amikor még a Cisco a kirúgása után elmondtam, hogy én nem látok problémát abban, hogyha egy edző nem hozza az eredményeket, akkor kivágják. Nekem se szimpatikus, én nem így gondolkodnék, hogyha klubvezető lennék, szerencsére nem vagyok, de hogy az a mögött test viszont nincs meg ott, hogy akkor olyan edzőket nevezünk ki, akik egy bizonyos filozófia vagy elképzelésbe illeszkednek. Hanem úgy adhok, jó talán majd te hozod az eredményeket 6 hónapig, 8 hónapig, a szerencsénk van, akkor egy évig aztán jön egy teljesen más edző, aki majd megint mást akar játszatni. A meg Watfordnál még pontosan ennél is ez rosszabb, van. hogy a játékos keretet is pontosan ugyanúgy, és óriási idézőjeleket mutogatok, építik. Tehát az olyan adhok jelleggel a podzóéknak a különböző zsebeiből ki vannak rántva, és akkor éppen amelyik csapat jobb helyen van az Udinézen meg a Watford között, oda dobálják be a jobbakat. Meg amit a, a játékos ügynök kapcsolataik alapján visz, fel tudnak valahol valahonnan, ingyen megveszik, magas a plafonja, hát megnézzük, és akkor akkor Joao Pedro. Ugyanez, aki az első másfél évében, hát azért nagyon-nagyon nehezen tűnt Angliában megfeleltethető játékosnak, idén meg amúgy tök jó dolgokat mutogat, és valószínű tovább lehet majd adni tök jó pénzért. Ami én szerintem itt valószínű lépéseként készítette a, a, Voldemort csapatnak a Voldemort család vezetőit, az az, hogy a Norwich ledezik, ugye most hat pontot szereztek két forduló alatt, a Newcastle-nél ma volt egy gyakorlatilag hivatalosan bejelentett igazolás, ami nagyon sokat segít. A Lyon volt. Ez a szokásos Lyon átigazolási közlemény, hogy még nem is egyeztünk meg, ti parasztok. De egyébként már eladtuk, csak Aulás? nem mondjuk el. Őt is, ismeri. Lesz. Hát akkor feltételezhetjük, hogy Bruno Gimárás, Undorító. azt hiszem így kell Undorító. ejteni a Newcastle-nek a <laughs> Undorító, hogy egy ilyen játékos elmegy ebbe a newcastle Hát a tökéletes mi, csak mi, Miért fáj délet. ez ugye annyira? Igen igen, igen. igen, igen, Mentünk érte, vagy mi? Nem tett ajánlatot, Edu. Edu. Pedig bazd meg, egy brazil játékos se tud megszerezni. Hát, hát, akkor tényleg jó játékos lehet, hogyha brazil és akarod. Most nem, azt mondtuk nem az elején, a hogy nem lesz az Arzenáról szó, de hát ez van. Szóval azt ugye évek óta... Mi van az hát, hogy évek óta mondogatjátok, hogy akkor érné meg lecserélni csak át, hogyha találnátok helyette egy olyan embert, aki szintlépést uh, tudna elhozni. Hát igen. De most majd... csatára kell a pénz. Aha, az, a az a hogy erről az anyád jutott eszembe, hogy valami hülye gyerek kijött a Twitteren, hogy egy egész nyarat töltött azzal, hogy megtanulja helyesen kiejteni Gonzalo Higuain nevét, aztán ráját, hogy úgy kell ejteni, hogy Go. Ezt nem én ki a Nem, ezt csak Twitterről loptad. De hát, de kiírtam a nózra. E -hát. Ez csak Twitter. Az a lényeg, hogy a, a Voldemort csapatnak a riválisai itt a kiesési harcban egyre inkább megnehezítik azt a, a jövőt, hogy bent tudjanak maradni ennek a remek olasz családnak a, a növendékei, úgyhogy nagyon érdekes lesz, hogy edzőváltási A, a for oda. viszont szerintem Egyre komolyabb esélyes arra, hogy ő belekerüljön. Ebbe. Én nagyon azt érzem a Brentfordon, nagyon kezdenek megfo meg megfogyatkozni, meg az erő is elkezd kimenni a csapatban. Nagyon, Christian Erikszem, ő elvégez még néhány pontrúgást. Igen, Én egyébként, a, meg hogyha meg. erről akarunk beszélni, ez tök érdekes. Én szerintem a Brentfordnál az van, nem tudom, hogy van-e fejből számotok erre, de ha a bedobásokat is belevesszük pontrugásból, hány százalék a született a golyáiknak? 60? 70 nem százalék? Tudom, de bedobásból több xg dolgoznak ki, mint a liga összes csapata együttvéve. És így... tényleg bedobások, szögletek, és ezekből vannak a helyzeteik. Nyitott játékból, mezőnyből a kapuig nagyon-nagyon-nagyon nehezen jutnak el, és ha van valami, amit ki lehet videózni, Hát az ez. Hát Na, az és... képest milyen jó kis pontrúgás variációk volt itt a Wolves ellen is. Nyilván lehet de a nagyon, egy, nagyon, nagyon, nagyon ék egyszerű játéka van. Szóval ha arra beszélünk, hogy hozzon mennyire egyszerű hátrafelé, meg az egész csapat, ahogy játszik, akkor igazából ez az egész Brentford brutálisan egyszerű. Tehát, hogy igazából nagyjából két darab labda kihozási sémájuk van, egyik az, hogy felverjük tónira, és akkor valaki leszedi, a másik az pedig, hogy elkezdjük szélében körbejáratni a labdát, és egyszer elindul az egyik középpályás, és bont, bont ebből a szélső idő és akkor a üres kávé megkaphatja a labdát. Ez a kettő van, és ennyit csinálnak folyamatosan, csak ezt különben eléggé biztosan hozzák, ami a csempóban bőven elég volt, de szerintem most. Csak a estem... csempóban még nem ezt játszották, és szerintem ezért lesz, is volt ezért ezért lesz érdekes, érdekes szerintem kiesni ebben, azt már nem fognak. Viszont a következő azonban megint újítani kell, és mondjuk abból kiindulunk, hogy a Csempóhoz képest a Premier League-ben tudtak valami teljesen mást játszani, akkor nyilván az lenne az elvárás, hogy akkor a következő azonban a második idényben ezen megint módosítsanak valamit. Ugye a Sheffield United erre a leg, legjobb példa talán, akik abszolút semmit nem módosítottak, rá, és lerohadt az egész keret, és már semmi nem ment be, ami az előző azonban igen, és csutkán ki is estek. Tehát a Brentfordnak ezt kell elkerülni, szerintem idén még nem fognak kiesni, a Watfordnak erre még mindig szerintem több esélye ja, van. Biztos, mindenki. hogy több. Csak szerintem ez egy ilyen, kicsit ilyen hot -ték is, szerintem ott lesznek a végén a Brentford, aki küzdeni fog azért, hogy ne essen ki. Én drukkolok nekik, mert tökre szeretem azt a klubot, meg ahogy vezetik. Ettől függetlenül szerintem afelé tartanak most, hogy inkább harcolni kell, azért maradjanak a végén. A, egy nagyon rövidke reklámot megengedtek. Jövő hét pénteken lesz egy Manchester United middlesboro FA Kupa mérkőzés, a stúdióban, és hogy nyugodtan reklámozhatod. Én is ott leszek. a stúdióban? nem, nem ott. elvileg a vezérlőben. szóval a, ugye Chris Wilder a middlesboro nak a trénere. Polarin Balogon már ott játszik kölcsönbe az árzenától, csak hogy még jobban kicsit felpesdítsük itt az érdeklődést. És érdeke, De tényleg, nézzétek meg. Nagyon-nagyon hasonlít a middlesboro nak az alapját a Sheffield Unitedhez. Mindazonáltal van a játékos keretre szabott változtatásához képest, amit a, a Sheffield-el prób próbált Wilder megcsinálni itt a Premier League-ben, és szerintem szerintem nagyon érdekes Én, ő nekem egy óriási kedvencem, mert a, 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 a valahogy, valahogy képviseli a klasszik angol futballiskolát, és mégis rengeteg nagyon-nagyon izgalmas meg uh, forradalmi ötlete van. Én szerintem igen. Mert ő szerintem ott az agy főként a kettő közül. Na most csúszunk a még mm. még ebbe, szerintem ezt engedjük el, mert ezt, jó, ezt, már... ennyi. Szerintem senki nem tudja, hogy a másod beszélgetünk éppen a mézborna. Jó. Töltön van a kamera. Bármennyit fel tudunk venni, amit elbír 128 giga. Na jó, hát no. akkor lépjünk tovább. A legkellemesebb Hát ő... témához. Az. Weber György a Manchester United kispadján. Négy kérdőjel. Már a ellen ez a kérdés. <síthat> hogy még jobban érdekeljen meneteket ez a meccs. Állítása szerint nem lenne vele rosszabb csapat, a csapat, a Manchester, de egy sztáredzővel sem lenne jobb a mezőkövest. Én továbbra is azt mondom, hogy fantasztikus ez az ország. Hol az igazság? Milyen képességek kellenek egy top csapat vezetéséhez? Miért nem került ennek közelébe hosszú évtizedek óta egyetlen magyar edző sem, hát a szerénység az nem ártana, szerintem azt így az első ponthoz írjuk Igen, ez egy alapvetően a témánál én arra gondoltam, hogy ez egy tök jó kiinduló pont, mert nagyon sokszor láttunk már akár az MB1-2-ben is vegyes eredményeket elérő szakemberektől olyan nyilatkozatokat hallani, hogy ők egy top csapatnál nem nyújtanának rosszabb teljesítmény, mint az aktuális egyébként felkapott edző. Nekem most hirtelen a legendássá vált Csertői Aurél nyilatkozott jelenik meg a szemem előtt, amikor azt mondtam, hogy a Barszával ő nem lenne rosszabb, mint egyébként az a csapat mellett, milyen jó játékosaik vannak. Egyébként ez a mondat, ez a Sport 24-nek, a ja, 24 pontúnak az előfizetése sportavatában jelent be, ahol én is, meg a Bence is írunk egyébként, hogy a Kadarkai Endre csinálta ezt az interjút, ott hangzott ez Sok a de, még mindig neked van a legjobb póló, de egyébként, ami így világ ott, itt a felvétel. Ott olvashatjátok a cikkeinket, ket, mint De kettőnkét. ha fizetni kell a 1962-84-es szám számra az meg. Öt másodpercig még lehet előfizetni. Na, Pit, azt mondd hogy pontosan mi hangzott el, hogy ne igen. Vádolhassanak a... minket azzal, hogy csak a címből Ön építkezünk promó, meg. meg ingat, igen, véletlenül. a TikTokon beszélünk. is fel vagyunk. Csak szájából a... elhangzott az, valóban amit Gabi is elmondott, hogy szerinte a Manchester United vele nagyjából ugyanazokat az eredményeket hozná, mint most, illetve a mezőköves sem lenne nem azt mondta, hogy nem lenne jobb, hanem hogy nem változna semmi, hogyha egy sztár edző ülne. kispadon. Az ő folytatása egyébként az volt, hogy hát nehogy már azt higgyük, hogy egy, egy edzővel a mezőkövesd a BL-ben parádézna, és én itt látok egy ilyen ellentmondást, főleg, hogy azután elhangzott egy ilyen kijelentés is, hogy hát az Alex Ferguson azt mondta, én nem tudom, hogy ezt mondta, ezt ő idézte, hogy annyira vagy jó edző, a, nem ilyet. hogy annyira vagy jó edző, amennyire jó játékosaid vannak, ami egyébként félig meddig egy igaz mondás, mert nagyjából a futball, alapvetően a játékosokról szól. Meghatározza... A hasonlóra szoktak hivatkozni a meccsek után. És a legjobb példa, és rá még szerintem fogunk hivatkozni, az Graham Potter, aki fantasztikus focit rakna a Brightonnál, hát csak azért picit jobb játékosokkal valószínűleg jobb eredményeket is érnének el, hiába van lerakva a rendszer. És hogy egyébként mi kell ahhoz, hogy valaki ezen a szinten legyen edző, és hogy miért egy ilyen könnyű kijelentés az, hogy hát én ezt, ugyanezt hoznám, mert ott jobb játékosok vannak. Egy edzőnek nem az a fontos, hogy a mezőkövesdet a BL-be juttassa, merő mondjuk a Pep Guardiola, vagy a Jürgen Klopp, vagy a Thomas Tuhel, hanem az adott keretből kihozza a benne rejlő maximumot, vagy valami olyannak rakja le az alapját, amiből hosszú távon utána az a klub tud építkezni. És erre tényleg látunk példát, akár a legmagasabb szinten is, akár az említett Graham Potternél, miközben ez tényleg csak egy ilyen nagyot mert soha nem derül ki, Különben egyébként meg akár ki is derülhetne, csak nagyon kevesen veszik a fáradtságot, hogy ezt megpróbálják. Nyilván nem lesz hirtelen egy magyar edző a Manchester United, vagy bármelyik sztárcsapat edzője, de basszus, 2020-ban járunk, bárki ott az út, hogy elkezdjen tanulni, és nyilván itt lehet mondani azt, hogy milyen a magyar edzőképzés, hogy milyen nem, én nem látom belülről, úgyhogy nem tudom, hogy milyen, valaki szerint jó, van, aki szerint kevésbé jó, de hogy az edzőknek a képzése, és pláne az önképzése, az nem áll meg onnantól kezdve, hogy te elvégezted a C, B, A meg a Pro licenszet, hanem onnantól kezdve te képezheted magadat. Kimehetsz külföldre, tanulhatsz, elmehetsz ide, elmehetsz oda, elvégezhetsz még tanfolyamokat, elmehetsz másik csapathoz dolgozni, vagy csak nézni, hogy mi történik ott. Ez simán meló, és akaratkérdés. Onnantól más kérdés, hogy megkapod a lehetőséget, de ha nem is rakod bele ezt a melót, nem fog kiderülni. Van egy csomó magyar srác, aki ezt megcsinálja. Lőrincál elemzőként most már külföldön dolgozik egy jó ideje, Belegi Pisti külföldön is egy nagy név az elemzői szakmában, és bár nem akarom meghazudtolni azt, amit mondan, és nem vagyok ebben biztos, de hogyha jól emlékszem, akkor ő is azért tervez, tervezi azt, hogy edzőként is fog majd dolgozni, nem csak videóelemzőként, nemzetközileg ismert név. Nem azt mondja nekem senki azt, hogy Magyarországról, ezt nem lehet elérni, de hogy mik azok az ek amikhez hiányoznak. Is nem akartam mondani, eset, amikor vajon mit gondolt, amikor olvassa ezeket a nyilatkozatokat egy olyan ember, aki túl hell mellett van. A, Úgy, akik... hogy aki elment az osztrák másodosztályba egy edző mellé, másodedzőnek úgy, hogy hitt abba, hogy egy projektet meg fogunk csinálni, úgy, hogy vissza kellett lépnie, és már érezte, hogy nem vagyok annyira jó játékos, már nem bírja annyira bokám, akkor elmegyek, és elkezdek rohadt sokat tanulni ebből, és olyan brutál mennyiségű munkát rak bele, aki mindenki elmondja róla, hogy a legdurvább munkamániás ember nekem van, van kint a saját családomban is olyan kint, aki Londonban, és nem mosogatóként dolgozik, ami nincsen bajom, hanem jogi cégnek a vezetőként dolgozik, de azért, mert ő végküzdötte az elmúlt tíz évet tiszta erőből, és ne, volt mindenkinek és aláírom szerintem minden magyar edzőnek százszor nehezebb dolga van, mint egy angol edzőnek az eljelenéről. És ez tökre így van. De ha belerakod azt a százszor több energiát, akkor igen, és várhatod azt, hogy egyszer majd meg fogod kapni ezt, hogy most Istenek, sorsnak, bárminek hívjuk, tök mindegy, de ott lesz neked az, hogy van lesz egy lehetőség, de ölék. Jó döntéseket kell hozzá, szerencsédnek kell lennie, hasonlók. De ez mindenre igaz, az, az, egész életre igaz, a munkádra igaz, amit csinálsz. Hogyha belerakodsz a energiát, és kell belerakni, akkor ezt meg lehet csinálni én nekem itt sántítsoktól az egész dolog, hogy azt érzem, hogy nem mondjuk már azt, hogy én mit csinálnék a Manchester United padján, mint hogy én sem mondom azt, hogy a Sky sports Sportsnál mit csinálnék, amikor lehetne rajzolgatni, meg ott mindenki engem nézni, meg mindenki engem mond. Fogalmam sincs, mert megcsináltam? Nem. De én nem is mondom azt, mondom, hogy jobb lennék, mint a Jamie Kereger. Nem lennék jobb szerintem, mert ő sokkal jobb benne most abban, hogy hogy lehet olyanokat mondani, amit mindenki idéz a Twitteren. Én úgy érzem, hogy ez hát egy de ilyen teljesen... Peter Crouchot kell megkérdezni. De, de Peter hogy kell csinál. olyanokat mondani, amit utána mindenki idéz <laughs> Twitteren. <laughs> és azért itt nagyon sok, tehát most egy Tomás Tuchelről, egy Jürgen Kloppról beszélünk, akik azért Tomás Tuchel aztán semmit nem ért el pályafutása során, tehát nem egy játékosból lett edző, hanem Jürgen Klopp pedig most egy Bundesliga-ban néha-néha játszott, meg ott nem tudom, másodosztályban még gólokat is néha rúgdosott, nem tudom, középső védőként, meg középpályásként. Ilyen emberekről beszélünk, akik most a, a, szakmának a csúcsán vannak, azért mert brutál mennyiségű rap, de de Mindenki minden is jön. ott jobbágykozott a Barcelonában, a hall? Aki? A Bobby Robson meg Bobby a hal mellett is. A topedzőknek a többsége. Én tökre szeretném, hogy erről az értelmes részéről beszéljünk, csak egy nagyon rövid gondolatot, Ja, semmiképpen nem akarok a meg... Weber Györgyről részletesen beszélni. Ja, nem is megyünk bele. Én, én, én nagyon picit szeretnék. Én Nekem ami igazán fáj ezekben a, a nyilatkozatokban, és hogyha valamit nagyon gyűlölök az életben másoktól viselkedésképpen, az a, az a felelőtlenség. Mert ez olyan szinten felelőtlen kijelentés, semmi fedezete nincsen. Nem De, nem sem. De nem tudod megcáfolni De ja, nem hát tudod megcáfolni. Ezt akartam el, mondani, egész, hogy ö, tök jól el erre, amit mondtok. Én 8 évig tanultam gitározni. A lehetnék a Roses-ban slash nek az utódja, és mehetnék velük koncertezni. Ugye, én ezt mondhatnám, hiszen ki tudja bebizonyítani, hogy ha folytattam volna a gitározást, akkor nem csinálnak, akkor nem tudtam volna odáig elkerülni. Más kérdés, hogy akusztikus gitáron tanultam, és soha nem elektromos gitároztam, de ugye, hát, hogyha elkezdtem volna, akkor esetleg lehet, hogy elvileg tehetségesnek mondtak a tanáraim is, meg mindenki, aki körülvet Vaniuk, meg meghallgatott koncertem, meg a, a szíveim is. A de a hát, a és a hát, ugye, hát, ugye, ö, senki nem tudja bebizonyítani ennek az ellenkezőjét. Ez public. nagyon fájdalmas. Gitározni és énekelni is tudsz? tudsz? Igen. Akkor mit csinálsz te itt e ebben a túl jó vagy hozzám. nem a TikTokon? Én nekem erről, pont erről az jutott eszembe, hogy én kiraktam ezt a kiragadott mondatot a Twitter és a Szabó Krisz pedig berakta mm -hmm. a magyar Péternek a híres vagy és sokak által eléggé félreértelmezett szatirikus jellegű cikkét hm. még a régi indexről a gyurta és Én című történetet, ami úgy kezdődik, hogy gyurta Dániel, nagyon ügyesen úszik, de hát én is tudok úszni, és hogyha annyi időt beleraktam volna, én is tudnék annyira úszni. Hát ez okay. nagyjából ugyanaz a történet. Oh. Van egy jó hogy a erről, mm -hmm. mert én úsztam vele elég sokat különben, és akkor is látszott, hogy az a csávó az egyrészt világi tehetség volt mindig, tehát nevetséges volt. Én voltam, én voltam vele országos bajnok váltóba, úgyhogy mi szerencsétlenek, nem tudom, harmadik-negyedékek voltunk kb., mindenki más, ő meg mindenkit verte, nem tudom, nyolc teshoz mindenkire egy 50 méter alatt. De, de olyan mennyiségű munkát rakott bele abba, amit csinált ott, hogy neki a válasz kiúrik úgy, hogyha ő a, a, egy ilyen mozdulatot csinál, akkor kiúrik a mer mert annyira lazára kellett tartani a mellúszása miatt. Hihetetlen dolgokat ért el az, az ember azért, mert hihetetlen mennyiségű munkát rakott bele. Nem azért lett ő a világ legjobbja, és 15 évesen, nem tudom, hatalmas eredményeket ért el mert egyszerűen akkor a tehetség, és hát őt csak úgy kiemelték, hanem hogy brutál mennyiség meló volt benne, ötszönyt rakott bele, mint én. És mi mondhatnám, hogy hát én is lehettem volna, nem voltam olyan tehetséges, se, és nem is raktam bele azt a melót. De hát ez mindig kérdés, hogy akarod-e csinálni, vagy nem. És szerintem itt ez a kérdés, hogy ha az ember azt érzi, hogy magába benne van ez a rohadt nagy drive, hogy én ez akarok lenni, ezt akarom csinálni, akkor el tudod érni. Ha nincs, akkor meg nem kell azért vágyakozni szerintem, hogy Hát nem csináltam, de akár lehettem volna. De ez még csak nem is vágyakozás szerintem. Ez a nagyon szomorú ebben, hogy itt tényleg ez a felelősség vállalásnak a teljes hiánya. Én nem teszem bele a munkát, tehát nincsen fedezete annak, hogy én ezt el tudtam volna érni, attól függetlenül, hogy kijelentem. Nem érdekel, hogy utána ebbe belemondom a videóba, hogy majd biztos kapni fogok a kommentek között emiatt. Tényleg. És miért gondolod, hogy ez így van? Nem érdekel az, hogy milyen hatással van a közegre, azokra, akik hallgatnak ezt a szöveget. Nem érdekel, hogy adott esetben azok a magyar emberek, akik edzőnek szeretnének tanulni, azok milyen mentalitást vesznek föl ilyen szavak után. És, és tényleg, tehát, hogy elmondjuk, hogy hogy akár lehetnék a Manchester United kispadján, csak ugye az a különbség, hogyha Gyurta azt mondaná, hogy lehettem volna hétszeres olimpiai győztes, most mondtam valamit, azt úgy nagyjából el tudjuk hinni, mert hogy hát a közelében azért mégiscsak kapirgált. Én tényleg nem akarok senkit megbántani, de hát Weber Györgynél nem nagyon látom, hogy ő a Manchester Unitednek a kispadjához akár csak a közelében lett volna bármikor valahol. Akkor mire ez a nagyot mondás? Tehát Miért? Jó, és gyerekek, tényleg itt tartunk most 2022 van. A világ összes tudása ott van, akár ingyen és bérment felérhető számodra. Veszünk az értelmes a, a, Borussia a Borussia Dortmund kispadján... A Borussia Dortmund kispadján ott ül egy csávó, aki egy osztrák ilyen gyerekcsapatot edzett, meg írt szaros blogot, idézőjelbe, a Spielferlagerungot, és ott dolgozik. Egy Bundesliga René csapat aki René már egy csak minden ilyen kígyóváló felmentetnek idézőjelbe az ilyen példaképe nemzetközi szinten, hogy ezt is meg lehet csinálni. Ráadásul nem volt első osztályú focista sehol, semmikor. De beletette a melót, publikált, felírta magára a figyelmet, és megcsinálta. Nyilván nagyon sok múlik azon, amit a Márk is mondott, hogy kell hozzá a szerencse, hogy felfigyeljenek rá, rá is felfigyelt pont a Tomás Tuel, akiről itt beszéltünk, de hogyha nem rakod bele a melót, és csak ott siránkozol mellett, hogy hát engem miért nem keres meg külföldi csapat, akkor nincs miről beszélni, és egyébként szerintem ebben azért itt a fiatalabb generációban, akár itt van Magyarországon is, abszolút felelhető a változás, és valószínűleg ez így is lesz. Csak pont itt meg rácsatolnék, Bence, hogy mikor még visszahallod ezeket a mondatokat, olyan emberek szájából, akik még mindig részei ennek a magyar sportvérkeringésnek, ez a semmit mondó, semmilyen következménnyel nem járó nagyotmondást, az mindig egy ilyen negatív lecsapódás. Miközben ez a szomorú nem magyar, magyar balsorsnak az hogy akarod, Akkor meg tudod csinálni. Lehet, hogy nem Pontosan. a Manchester united de valahol meg tudod csinálni. És uh -huh. itt térnék ki, szerintem, és erről beszéljünk, szerintem még ez fontos, hogy mi kell ahhoz, hogy te jó vezetőedző vagy menedzser legyél a legmagasabb szinten, és én tényleg nem Weber Györgyről van itt szó, csak ő adta a példát, és úgy ő jutott először az es eszembe, hogy mit kezdjék azzal, hogy harsány kibassza a picsába a labdát. Ugye ez a nyilatkozat mindenkitől megvan hm. a kiadott helyzet után. Pedagógiai érzék, könyörgöm. Egy Manchester Unitednél, ahol olyan egók vannak, és ilyen játékosokat kell menedzselni. Jó, ez lehet, ho hogy Józsiton lopnak. Hol állsz helyt? Tehát megbuksz egyből egy akkora stábot kell kezelni, egy akkora háttérmunkát kell végezni, nem csak az edzést kell megtartani, ehhez megint csak kvalitások kellnek, és ez már megint csak kevés a nem tudom én milyen licensz, amit épp valaki megcsinál, hanem picit tovább is kell gondolkodni, mint mondjuk Graham Potter, megint csak aki szociológiát végzett a Háli Egyetemen, ahol egyébként ő dolgozott is, majd elment a svéd negyedosztályba dolgozni, és onnan küzdött Ez fel, nem a is egészen nem így tudja, van. Az egyetem mellett az egyetemi amatőr csapatot edzette Igen. a, szociológia szaknak az elvégzése mellett, konkrétan, mintha szaktársai lettek volna, és utána ment el a csak apró kiegészítés, nem mintha változtatna bármit a, a, a tényen, amit Graham Potterről elmondtunk. De Márk, nagyon sarokba szorítottunk a... Nem, ne, nekem a, az az érdekes, hogy általában minden ilyen edzőnél, ilyen nagy edzőnél azt látjuk, hogy nem úgy kezdte el, hogy oda rakták a legnagyobb csapathoz, hogy akkor na sok sikert, akkor most kezd el. Persze vannak erre példák, Frank Lampardnak szegénynek nem is volt annyira jó, meg egy derbival kezdte, aztán utána egyből egy Chelsea. Ugye erre egy olyan példa van, aki Árdiul, aki nagyon keveset edzette a Barcelona B-t, és utána megkapta a csapatot. De látszik, hogy vannak ilyen, a zsenik vannak, akik kiemelkednek az átlagból. Viszont egy Tomász Tuhály is honnan küzdötte fel magát. És egy Lőv Zsolt, akivel azért hosszú interjúkat lehetett hallgatni, beszélgetések is voltak vele, Pit is beszélgetett vele egy csomót, és igazából szerintem ezek ilyen. Ennek a hanganyagát hallgatva, úgy véggondolva az, hogy mi történik, és mi kell, mi kell egy jó vezető edzőnek, ő mondta ezt el, hogy voltunk a lépcsőben, és azt mondtuk, hogy akkor mostantól minden egyes nap vérvétel van a füledből, megszűrjük a véred, megnézzük a füledet, és megnézzük, hogy milyen a véred. Összeütel az alapján edzel, ez alapján eszel, minden izé. Elmentünk Párizsba, és ezt nem lehetett megcsinálni. Megmondták, hogy ja, nekem nem szúrolod a fülemet. Na, és akkor ilyenkor jön az, hogy ma egy profi vezetőedzőnek, aki a sztárokkal kell dolgoznod, nem az a kérdés, hogy taktikailag 3 5 2 meg 4 2 2 2 hanem az, hogy tudod azt Neymárt rábírni arra, hogy könyörök, ezt fussál már vissza. Nem, a Neymár doksi. Én tegnap már néztem. Olyan, mint az Anelka doksim? Nem, nem, nem. nem, csak egyébként nagyon jól bele lehet pillantani egyrészt a Neymarnak, meg az apjának az életébe, meg a PSG-nél, hogy mi zajlik. Uh, te én tegnap kezdtem el nézni. És e a és szokásos ő... 20 perc után belealudtam bármiben, de jó. De ő mondta azt, hogy folyamatosan kompromisszón ke kellett kötni velük, hogy jó, akkor elmehettek két nap a hamarabb, hogyha letámadtok most, most a hétvégén. És akkor ilyeneket, mint a gyerekekkel úgy kell játszani. de meg kell a jó mellett Mert a sajtó folyamatosan ki akar csinálni és mellette még a takarítónő jön az, hogy igazából nem a covidos vagyok, akkor most bezárjuk-e azt az egész csapatot, vagy nem? És akkor hát mi legyen az edzőpályával? És ilyenek kérdések is előjönnek. És nem az a fél nyolckor, az anyja csörög, és igen, mert az nagyon ez a és is igen, túl, és úgy, ezek úgy, vannak összetéve egyetlen egy pozícióba, és szerintem ma miről szól egy vezetőedzőnek a legnagyobb része, képes a delegálni. Ezt mindenki elmondja, hogy azok a legjobb edzők, akik nem azt mondja, hogy én vagyok minden, és mencő, minden nálam Hát ez a régi menedzserek, hogy helyett már edző. Igen. igen, tehát hogy igazából, igen, menedzser, tehát egy, egy, ügyvezető igazgató, egy hatalmas cégnél, ahol mindenkinek megvan a feladata, mindenki nekem riportol, és én az már döntéseket hozok. És ez, ami működik igazából hihetetlen jó, jó edzőknél. Klopp alatt, Tuhel alatt, Gárdé alatt, mindenben elmondják, hogy rohadt nagy felelősséget kapok, és nagyon nagy szabadságot, és akkor így, így dolgozok alatt, az és tök jó. Autokrata uralkodók. Ha ja, valaki egyébként az edzői szakmáról, meg az edzőkről szeretne olvasni, szerintem akkor én ajánlok ez egy könyvet, a Jonathan Hardingnak a Mens című kötete, ami elsőbb a német edzőkről szól, de nagyon sok mindent lehet ezzel kapcsolatban tanulni, és ott például, és ezt a maga a van is elmondta, hogy mennyit számít az, hogy az emberekkel hogyan tudsz bánni, hogy hogyan tudod őket kezelni, és ott róla mondják el, mert nem emlékszem sajnos pontosan, hogy ki, hogy ezen jobban olvassa az embereket, mint egy pszichológus. És ez egy, egyrészt egy adottság, másrészt meg ez egy olyan részben tanulható dolog, amit teljesen túlmutat a futballon. Tehát ma, hogyha te edző akarsz lenni, akkor nem elég, hogyha tudsz fejből 25 hatékony edzés gyakorlatot, hanem ilyen tudásra is szer kell tenned, amiben megint csak bele kell rakni ezt a melót, ami megint csak túlmutat azon, hogy te egyébként jó focista voltál, de ezt a tudást emellett egyébként nem biztos, hogy elsajátítottad. És ez nem csak a, a magyar edzők igaz, ez mindenhonnan most már szerintem minden edzőre igaz, hogy ez a, ennél a enélkül, a tudás nélkül egyszerűen nem tudsz előrelépni, de hogyha ez benned megvan, a tanulás iránti vágy, a fejlődés iránti vágy, hogy bele akarod rakni a munkát, és igen, hogyha a legmagasabb szinten akarsz dolgozni, mondjuk egy Manchester United-nél, vagy bárhol, Borussia Dortmundnál, akkor ahhoz áldozatokat kell hozni, és ezt be kell vállalnod. Én elhiszem, hogy valakinek ez nem kell, és neki elég az, hogy egy kisebb országban, egy kisebb csapatnál jól el van, jó munkát végez, vagy nem végez jó munkát, de nyilván ezt a célt csak így lehet megközelíteni, ilyen hozzáállással, meg ilyen tanulás iránti vágyal. Annyit még ehhez hozzátennék, és némileg talán el fogok térni attól az, attól az attitittal, amit általában szoktam képviselni ezekkel a dolgokkal kapcsolatban. Ezek mind teljesen igazak, amit mondtatok, és teljesen nyilvánvaló, hogy. És valakinek ez minden egyes szakmára a... tényleg rávetíthető. Egyébként igen hogyha valaki ilyen szinten vezetőként szeretne dolgozni, bár mondjuk valószínű a Márk ebben így a piaci szempontokat figyelembe véve több mindent tudna elmondani, de feltételezem, hogy ez azért a legtöbb szakmában pontosan ugyanígy van a pszichológiai érzéket meg mindent belevéve. A, ettől függetlenül azért azt hozzá szeretném tenni, hogyha akár csak két ember van a hallgatóink között, aki ezen gondolkodik, vagy adott esetben csak a, az ember elnézve ezeket az embereket, meg amikor mi is mindig beszélünk róluk, akkor azon gondolkodva, hogy hogyan tehetnek a napjaik, akkor érdekli, hogy, hogy szakmailag milyen munka van mögötte. Most Azért azt szeretném hozzátenni, hogy ad egy, a beregi Pisti, akinek a nevében nem akarunk beszélni, de, de most de már máshogyára de, de de hozzuk elő. Én legjobb tudomásom szerint ő neki ilyen 10 plusz óra videózások voltak benne, abban, amíg eljutott odáig, hogy az első komolyabb munkáját elérje, és ez valószínű, hogy minden mai napig egyébként a munkavégzésének a nagy részében benne van. Mert le még egyszer, 10 plusz óra videózás. Leállítgatja, megbazolgatja naponta. naponta, rendszeresen, valószínűleg minden egyes napot figyelembe véve, és a legkisebb ligáktól kezdve a legmagasabb szintig folyamatosan ezt csinálni. Most gondoljon bele az ember, hogy ez milyen. Ártétáról, amikor kinevezték az Árzenához, akkor volt ez a, ez a híresztelés, hogy ő neki gyakorlatilag a szobája ki volt plakátolva ilyen mindenféle formáció rajzokkal, meg gyakorlatokkal, meg, meg, nem, 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 nem <sírt> <In -ell, bó. gül> Milner az építőmunkás, szóval, hogy ennyire durván megszállottnak kell lenni, és még egy dolog, amit én nekem a számból nagyon sokszor hallhattok, hogy én ezt elég sokszor szoktam emlegetni, hogy nem tudja leoktatni azt, amit szeretne megcsinálni, és ez a mániám. Hogy amit a Pít mondott, hogy nem az teszi a jó edzőt, hogy rögtön elő tud húzni 25 darab olyan edzésgyakorlatot. Azért én ezzel nem teljesen értek egyet, de Részben. mert, mert az hogy neked van valami víziód, stratégiád, amit mindig a, a Márk mond a, a futballról, hogy, hogy, te mit szeretnél hétről hétre változtatni egy meccsen az adott ellenfélhez viszonyítva, hogy ezeket te meg tud értetni a játékosokkal, úgy is el lehet képzelni, hogy ezek már olyan szinten vannak, hogyha felrajzolod a mágnes táblára, akkor megértik a két felállás És között. Nem így van. A... De nem így van. Tehát, hogy ha valaki sportolt valaha is, csak egy edzésre is elment, az pontosan tudja, hogy az edzés gyakorlatokban kisebb területen, kisebb személyzettel le kell modellezni azt, amit te utána a pályán meg akarsz jelentetni a csapattal, és az, hogy ez milyen sokszínűen, Tuchelnél ugye láttuk ezeket, ezeket a kislabdákat, hogy milyen különböző eszközökkel, célokkal, hogy most akkor pontszerzésre megy, hogyha a, mondjuk van három csapat, akkor aki nyer ebben az edzés gyakorlatban, az mit kap, nem tudom, nem kell a levezető futás le ö, az edzés végén, vagy bármi. Ezeket úgy, hogy te szakmailag is megfeleljél, és közben egyébként bele tud vinni azt a pszichológiai hátteret, hogy neymárék nem akarják megszúratni a fülüket, vagy nem akarnak edzeni a másik napon, na ezt összerakni, és közben egyébként az egész stábodnak a tanácsait, a, a mindenféle szakmai hozzáadott értékét értelmezni pillanatok alatt, ehhez olyan szintű alap, nagyon-nagyon-nagyon alapos munka kell, amit az elején mondtam, hogy te 10 plusz órát beletegyél naponta, és a, a futballnak minden egyes rezdülését meg tud érteni, és a filozófiádon belül a különböző megoldásokra ezernyi különböző feltételezésed, feladatod, megoldásod legyen. És akkor ezek mellé tegyük hozzá azt, hogy, és igaz az, hogy annyira leszel, annyira lesz jó csapatod, mint amilyen játékosokból áll. Mert egyszerűen ezt S nem mitől tudod kivédeni. És jobbak a játékosai? és csak hogy hogy tudod azt elhelyezni azokat a játékosokat a pályán, hogy a legjobb jön ki belőle, és hát a most csak erről beszélni, hogy Tuhel, konte, miket csinálnak folyamatosan, össze rakosgatják a játékosokat, hogy valahogy olyan helyzetbe hozzam, hogy kijöjjenek az erényei, és a hátrányait minél jobban elfedjem. És ez az egész napi munkát, hogy ezt valahogy megcsináld a végén a pályán. És hogyha a, nem tudom, a Láláná próbál elfutni, vagy a Kevin De Bruyne, az ott fogadni egy plafont, hogy melyik csinálja meg. És akkor Eddig jutottál el, de addig meg kell próbálja eljuss. És ez hiányzik nekem egy csomó szor, hogy ezt nem látjuk, hogy amíg nem hoztam ki én a saját szintemből a legtöbbet, addig ne akarjak följebb lépni. Nekem most egy, egy kócsa beszélgetek, és ő mondta ezt nekem mindig az, hogy a sikeres emberek úgy mennek előre, hogy fölfelé, majd stabilizálnak. Fölfelé, majd stabilizálnak. Nem úgy, hogy így mennek fölfelé, mint az állat, mert az óriási szakadás lesz. És ezt csinálják jó a nagy edzők, szerintem szóval ezt csinálják jó, hogy igenis mindenhol megvan egy kis stabilitás, amikor megtalálják a saját helyüket, és próbálnak fellépni. Kívül a cselzénél, meg kirúgnak addig. Gyerekek, gyere, gyere, ez egy nehéz szakma. Tehát ha ezt a legmagasabb szinten akarod csinálni, rámegy az életed. Aztán eldöntheted, hogy te ezt akarod-e csinálni. De ha meg nem akarod csinálni, akkor meg ne csinálj úgy, mint aki tudná csinálni. Hát én is ületnék a Spillers tévébe, de... De nem hív... akarod csinálni. Sose hívtak. Azért az ennyire nem vagyod úgy szakma. De sose hívtak, úgyhogy nem mentem. Hát uh, szerintem. Mondhatom. Ennyi fért mai műsorunkban, kamera még megy. Hát, ezt nem kell az egészet újra fölvenni? Nem? nem is értem hangfelvétel is meg Akkor jól. bocs, bocs, hogy az elején káromkodtam. Semmi baj. Nem, nem. volt szándékos. Meg kisípolod. <laughs> Na, uh, köszöntök a figyelmet. Ne felejtsetek el. Ha vonalazni kell. Nem, direkt felértem el, most már meg kell tanulni. Tehát, hogy iratkozzatok fel YouTube-ra, az Apple Podcast-en, Spotify-on, Twitteren. Nézzétek be. Minden más Hát de ennyi mindenem nincsen. Hogy iratkozzak fel? Mi? ne még? Használjátok a, a like és a dislike gombokat, hogy pörgesse az algoritmust. Így írjátok be kommentbe, hogy mennyire jó a szakállam. A szak. Azt szeretitek csinálni. És ha vonalazni kell, az már nem lesz. Köszönöm. <laughs> jön jövő is. Bye! Szia pa, pa. <laughs>